életbe lépett az 1996/8-as számú törvény, mely a szerzői jog és vele szomszédos jogokra vonatkozik. Ez a törvény a kábeltelevíziók műsorának részbeli megváltozását eredményezte, hiszen egyes külföldi adókról le kellett mondjanak, és a helyi szerkesztésű adások ideje is lecsökkent. És persze nem csak erről van szó. Ahhoz, hogy bizonyos külföldi adók műsorait és a helyi adásban bejátszott filmeket sugározhassanak, szerzői jogdíj fizetésére kötelesek, ami mindenképp maga után vonja az előfizetői díjak emelését. Manapság a MediaLines RT, mint a hazai magyar kábeltelevíziók egyik műsorszolgáltatója, biztosít arról, hogy csakis jogtiszta műsorok kerüljenek a kábeltelevíziók adásába. Várható volt, hogy megszületik a szerzői joggal kapcsolatos törvény Romániában is, és erre felkészülve 20 erdélyi kábeltelevíziós társaság, amelyik magyar nyelvű műsort sugároz, úgy döntött, hogy létrehoz egy részvénytársaságot, amelyiknek a feladata magyar nyelvű műsorok biztosítása az alapító kábeltelevíziók részére. Az új szerzői jogtörvény mennyire befolyásolja a kábeltelevíziós társaságok működését? Az új törvény a következő képpen befolyásolja a kábeltelevíziók működését. Mostanig úgy a saját készítésű, tehát a saját összeállítású műsor, amiben különböző szinkronizált filmek, meg magyar televízióból átvett anyagok voltak túlnyomó részt. Úgy a műhold, mint a műholdas adók díjmentesen vették át a kábeltelevíziók. Most, hogy ez a törvény életbe lépett, abszolút minden forrás, minden műsornak meg kell jelölni a forrását, ezt ellenőrzi az audiovizuális tanács, és viszont ez a forrás nagyon kevés esetben ingyenes. Van néhány műholdas adó, amelyik hajlandó rendelkezni, ezek általában a nemzeti adók, a spanyol, a TV5 francia adó. A Deutsche Welle, csak azt itt nálunk nem nagyon nézik az emberek. Tehát ezek hajlandóak ingyen térítésmentesen rendelkezésünkre bocsájtani műsoraikat. Viszont a többi műholdas adók, hát például az Eurosport az 10-12-15 centet kér előfizetőnként havonta. Meg vannak, akik még ennél többet, mások kevesebbet, viszont fizetni kell. Tehát ez már egy olyan tényező, ami befolyásolja a havidíjat, mivel egy kábeltelevízió lényegében kigazdálkodni más forrásból ezeket a pénzeket nem tudja, tehát ez átvetítődik az előfizetőre mindenképpen. A másik pedig a saját szerkesztési műsorhoz ugyancsak szükség van filmekre, sorozatfilmekre, különböző tudományos ismeretterjesztő anyagokra, tehát valamiből össze kell állni annak a műsornak. Na most itt is az van, hogy hát ingyen ezt nem adja senki, tehát aki megcsinálta, aki elkészítette azt az anyagot, annak az pénzébe került, és ő azért csinálta, hogy ezen pénzt nyerjen. És azt jelenti, hogy bizonyos külföldi adókról le kell mondjunk? Lemondani a most működtetett műholdas csatornákról nem kell. Tehát amiről le kellett mondani, arról már lemondtunk. Ez volt a DZF, meg a Berlusconi féle olasz adók. Tehát ezek olyanok voltak, amelyik kimondottan egy ország területére korlátozza a tevékenységét, és például a német sportcsatornának nem áll módjába rendelkezésünkre bocsájtani még pénz ellenébe se a műsorát, mivel ő is csak Németország területére vásárolja meg a jogot a rendezvények szervezőitől. És ezért ezt továbbra nem tudjuk adni. Viszont amik most mennek, azok olyan adók, akik hajlandóak szerződést kötni, tehát ezekről most már nem kell mondani. Egyedüli
tényező, ami eldönti, hogy le kell mondani, vagy nem kell lemondani a pénz. Tehát van egy, itt két dolog van, ami kell tisztázódjon a közeljövőbe. Egyik az, hogy milyen műsort tudunk biztosítani az előfizető pénzéért, és tehát valahogy ezek így egymástól függnek. Egy az, hogy mi az, amit ki tud fizetni az előfizető, anélkül, hogy túlzottan megterheljük. És a másik dolog, ami innen következik, hogy azért a pénzért mi az, amit biztosítani lehet. Mert tehát egy filmnek az ára az egyik filmtől a másikig lehet ötszöröse vagy tízszerese is. Az ember egy újabb Oscar-díjas filmet, nemrég készült Oscar-díjas filmet meg szeret vásárolni, abból biztos, hogy egy hónapig más filmek rúgja az árából. A helyi adást tekintve nagy számban csökkent a filmeknek a száma. Miért? Hát ez nagyon egyszerű. Két dolog van. Egy, a filmnek ára van, és indulásból úgy döntöttünk, hogy napi egy filmet fogunk szinkronizáltatni. A másik az, hogy egyetlen egy stúdió létezik Romániában, melyik magyar nyelven szinkront készít, és ennek már így is túl van terhelve. Tehát mi a média megrendeltük Nagyváradon a Videoboxnál napi egy filmnek a szinkronizálását. Ezt kisebb-nagyobb elakadásokkal el is készítik. Most sajnos volt néhány nap, amikor nekik is műszaki okokból nem tudtak elkészülni a szinkronjaik, és így mi is ismétlésekre, meg hasonló megoldásokra szorultunk. Viszont más forrás, magyarországi forrás, még például, ahol nagyon sok szinkron van, nem sikerült találnunk, ami úgy nézett ki, hogy majdnem összejön, az nagyon drága lett volna, körülbelül ezért. Várható, hogy néhány hónapon belül nagyobb mennyiségű, jó minőségű filmhez jutunk, akkor az egyedüli feltétel a műsorbővítésnek a szinkron lesz. Ha meg tudjuk oldani, hogy többet szinkronizáljunk, akkor több műsorunk lesz. Az előbb ismertető filmben elhangzottakon kívül közöljük. Az oszlophasználati bérek megduplázódtak, lényegesen növekedett a villamos energia ára, és emelkedtek a kiszállási költségek. A felsoroltak miatt a kábel TV rendszerek szolgáltatásainak költségei 3-5 amerikai dollárra emelkednek előfizetőként. A Metroplus SAT rendszereiben ide tartozik Kápolnásfalu, Szentegyháza, Almás, Lövéte, Zetelaka, Parajd, Márifalva és Sófalva. 1996. augusztus 1-től a havi bérleti díj előfizetőként 3,1 amerikai dollárra emelkedik. Köszöntöm mai magazinunk nézőit! Elsőként az ingyen konyháról láthatnak összeállítást. A több mint 500 rászoruló személy étkeztetése korán sem egyszerű. Udvarhelyen ma több mint 500-an részesülnek népkonyhai, azaz ingyenes étkeztetésben. A rászorulókat havonta veszik nyilvántartásba a polgármesteri hivatalnál, a gyámügyi és szociális problémákkal foglalkozó irodában. Ott jártunkkor még folyt a novemberi ingyenes étkeztetésre jogosultak számbavétele. Az ingyenes étkezést a 290/1992-ben megjelent kormányhatározat szabályozza. Itt a feltételek a következők. Elsődlegesen is a kiskorúakra vonatkozik.
18 éven aluli gyerekekre, ahol a családba az egyfőre első kereset nem haladja meg jelen pillanatban a 19.500 lejt. Ez egy kategória. Most itt még egy alkategóriát kell megemlítenem. Azok a 16 éven aluli gyerekek, akik nem járnak iskolába, ezeknek már van joguk, hogy dolgozhassanak, és ezeket sem vesszük figyelembe. Akkor felnőttek kategóriájából azok tartoznak bele, azok kaphatnak, akik egy bizonyos ideig nem dolgoznak sehol, nincsen semmiféle jövedelmük, tehát nincsen egyáltalán semmiféle megélhetési lehetőségük. Ezeknek a kormányhatározat úgy szabja meg, hogy egy év leforgása alatt 3 hónapig kaphatják. Van egy másik kategória, akik másod vagy elsőt fokú rokkantsági fokozatban vannak besorolva orvosi komisszió által, és ezeknek sincsen semmiféle jövedelmük. Milyen problémák merülnek fel? Hát problémák vannak. Most meg kell említenem azt, hogy inkább a cigány családok körében. Itt nagyon sokan nem tudják a szülők, hogy ez nem egy kötelessége a helyi tanácsnak, a polgármesteri hivatalnak, hogy ezt ők, tehát hogy kötelező módon kell kapják. Ez egy jog, amit a város nekik biztosít. És ezt a jogot ők nem megfelelőképpen értelmezik, elég sokat jönnek reklamálni. Nagyon sok panaszt hallunk afelől, hogy csúnyán viselkednek az ebédkiosztásnál. Baj van itt a szülőkkel, ugye, mert gyerekeket küldenek, ott nagyon sokat rendetlenkednek, és nem megfelelő módon viselkednek. Székelyudvarhely az egyetlen helység Hargita megyében, ahol a helyi önkormányzat költségvetési pénzekből igyekszik a népkonyha korán sem alacsony költségeit előteremteni évről évre, hónapról hónapra. A havi több mint 10 millió lejes összeg biztosítása a népkonyha fenntartásához nem megy gond nélkül, hiszen az erre a célra leosztott állami költségvetési pénzek általában hiánnyal és késéssel érkeznek meg rendeltetési helyükre a Gábor Áron részvénytársasághoz tartozó étkezdéhez. A kormányhatározat lehetőséget ad arra, hogy esetleg ezt egyház által fenntartott étkezdékbe is meg lehessen ejteni, de a városunkban a működő ilyen étkezde a Ferences Kolostorban van, annak a helyszüke miatt ezt nem tudták felvállalni. Nekünk is mondjuk könnyebb lett van ilyen szempontból. Akkori kormányrendelet értelmében központi pénzekből fedezték le a beindított népkonyhák költségeit. Igen hamar népes tábor gyűlt össze, hisz a meghatározott jövedelmi szint értelmében a benyújtott kérelmek, összeállított dossziék is igazolták, amit már mi tudtunk azelőtt, hogy városunkban elég sok elszegényedett ember van. Ezeknek száma, úgy, ahogy említette ön is, már az 510-et is meghaladja jelen pillanatban. Mi igényeltünk körülbelül 110 milliót erre az évre, már ismerve fél évkor az új árakat, és mondhatom, hogy a jelenlegi árviszonyok között is még dicséretre méltó, hogy a Gábor Áron étkezdéje ezen a 700 lej per személy és nap áron adja az étkeztetést, vagy biztosítja az étkeztetést. Így a központi pénz, ami leosztódott erre az évre, csak 75 millió szintet érte el. Ennek következtében jelen pillanatban egy olyan 14 milliós tartozásunk van az étkezde felé, amelyet saját erőforrásaink mozgósításával kell majd kiegyenlítsünk. A pénzügyi igazgatósággal, a helyi pénzügyi igazgatósággal tárgyalva a dolgot, úgy néz ki, hogy évvégig közel 30 millió lejes plusz bevételt valósítunk meg, tehát az előirányzattal szembe. Ígéretet kaptunk a megyei pénzügyi szervektől, hogy ellenkezőleg a 10-es törvény előírásaival szembe, melynek értelmében a plusz bevételnek csak 50%-át lehet felhasználni,
mint az egész összeget fel fogjuk tudni használni, tehát így biztosítva van évvégig a népkonyhának a működtetése, valamint az adósságot is tudjuk törleszteni, amiből mai nap már 4 milliót ki is fizettünk. Következő összeállításunk Hargita fürdőn készült, ahol a romániai magyar közgazdászok tartották idei vándorgyűlésüket. Munkatársaink arra keresték a választ, hogy a gazdasági szakemberek hogyan látják az úgynevezett nagy privatizáció problémáit. Én ezzel búcsúzom Önöktől, viszontlátásra! Október 21 és 23-a között tartotta harmadik vándorgyűlését a Romániai Magyar Közgazdászok Társasága a Hargita fürdői Ózon szállóban. Az idei háromnapos rendezvény mottójaként a privatizáció időszerű kérdései címet választotta a Közgazdászok Társasága. A Romániai Magyar Közgazdász Társaság harmadik vándorgyűlésének azért adtuk ezt a címet, mert véleményünk szerint manapság a volt szocialista országok valamennyiében tulajdonképpen a legidőszerűbb és a legaktuálisabb kérdés. Mindenkit érdekel, vezetőktől, tehát kormány tisztviselőktől kezdve egészen mondjuk az egyszerű állampolgárig, mindenkit érdekel a privatizáció kérdése, mert nyilván olyan gazdasági helyzetben, átmeneti gazdasági helyzetben van minden ország gazdasági élete, hogy ebből tovább lépni csak a privatizáció felgyorsításával lehetséges. Ugyanakkor pedig a külföld szeme is ezeken az országokon nyugszik, és a külföldtől várt segítség is azon múlik, hogy milyen mértékben tudjuk megteremteni a privatizációt az országon belül. Mennyiben tudnak hozzájárulni a magyar közgazdászok a privatizációhoz, illetve a privatizáció felgyorsításához? Én úgy gondolom, hogy végsősorban a Romániai Magyar Közgazdász Társaság tagjainak és a nem tagok közgazdászok is hozzá tudnak járulni, mert alapjában véve a helyi önkormányzatok ...nak is komoly szerepe van a privatizáció terén, tehát alapjában véve mondjuk tanácsaikkal, véleményeikkel elő tudják segíteni a helyes döntést, illetve a végrehajtást egyrészt, másrészt pedig végső sorban a Román Országgyűlés két házában, ottan vannak az RMDSZ-nek a képviselői, akik alapjában véve az ottan felmerült problémák kapcsolatosan kifejthetik saját véleményüket, amelyeknek tükrözniük kell a romániai magyarság véleményét, óhaját is. Az 1989 óta politikai és gazdasági átmenetnek nevezett időszakban a privatizáció területén különböző elméleti és gyakorlati módszerekkel próbálkoztak Romániában eddig. Ezeknek a kézzelfogható, tényként kezelhető eredményeit a következőképpen foglalhatnánk össze. Az úgynevezett kísérleti privatizáció, amelyet az Országos Privatizációs Ügynökség ügyintézett, ennek során tulajdonképpen 21 céget sikerült 1993. augusztusáig privatizálni Romániában. Mint a nevében is benne van, ez kísérleti privatizáció volt. Itt két lényeges dolgot, vagy talán többet is ki lehet emelni. Az egyik az, hogy összben tekintve a 21 vállalatot, az eladás során végképp a könyviteli érték alatt történt az értékesítés. Ez egy lényeges kérdés, hisz ezt sokan meg is kérdőjelezték azonnal. Általában politikusok voltak azok, akik megkérdőjelezték, nem annyira szakemberek, hogy a vagyont alulértékelték tendenciózusan azért, hogy kiárusítsák az országot, hisz itt néhány esetben, a 21-ből három esetben lényeges külföldi tőkerészvétellel
is történt a privatizáció. Tehát ez az egyik, hogy könyviteli érték alatt tulajdonképpen nagy összeg eltérés nincs, a kb. 11 milliárd lejhez viszonyítva, szinte 10 milliárd lej volt bevételezve, de még tulajdonképpen kemény devizában is, tehát dollárban és márkában is bevételeztek bizonyos összegeket. Ami második fontos tényezője a kísérleti privatizációnak az az, hogy szinte mindegyik cég esetében kötelező utólagos beruházásokra volt feltétel szabva az eladási szerződésben. Ez azt jelenti, hogy a vevő, legyen az az alkalmazotti gárda, vagy a vezetőség a vállalatban, vagy legyen az külföldi is, aki be volt vonva ebbe a folyamatba, kötelező, hogy 3 év, 5 év alatt utólagos beruházásokat eszközöljön a vállalatnál. Ez azért fontos, mert ez munkahely megtartást jelent, és reteknologizálást úgynevezetten, illetve szerkezetváltást tud így megvalósítani a cég egy ilyen tőkeinfúzióval. Az, ahol megvizsgálhatjuk, hogy mi történt ezeknél a vállalatoknál, miután privatizálódtak, hát ez a sajtóban is, mint olyan felkavart egy kis por, például a Fogsáni eset, ahol egy olasz beruházó jelentkezett, és hát mondjuk azt, hogy az alkalmazottak szakszervezete kissé megmozdult akkor, amikor átszervezéseket, finoman fogalmazva, próbált eszközölni most már az új tulajdonos. Akkor ők a régi szakszervezet, vagy az új is, az pont úgy minősítette az új tulajdonost, mintha a régi lett volna. Hát itt ezen sokat lehetne vitatkozni. A második nagy kategória, ami tényleges privatizációt eredményezett Romániában, az az úgynevezett üzem vagy üzlet részeknek a privatizációja. Ezt fordíthatnánk úgy, hogy az aktívumoknak, hogy mindenki megértse, mármint a romániai szakemberek, az eladása. Ilyen privatizáció tulajdonképpen több mint 3200 esetben történt Romániában. Ez a szám, ez nagynak tűnhet, de ez egyáltalán nem nagy, hisz értékben kb. 74 milliárd lej az, ami eladásra került, és körülbelül 86 milliárd lejjen volt értékesítve. Tehát ez esetben aláhúzható az, hogy könyviteli érték fölött történt az értékesítés. Amit még itt meg kell említeni tényként az, hogy tulajdonképpen több lóhosszal, hogy vulgárisan fogalmazzak, 56%-kal a kereskedelem, mint nemzetgazdasági ágazat, az, amelyik vezet ezen aktívumok eladása esetében. Az idegenforgalom van a második helyen 25,5%-kal, tehát ez a kettő már 80%-át adja az összaktívumoknak. Az ipar, a mezőgazdaság, az építkezés és más, a szolgáltatás nagyon kis arányokban 0-5%-ig vesznek részt ebben a privatizációs módszerben. A harmadik volt az, amit úgy nevezhetünk, hogy alkalmazotti és vezetőségi részvénykivásárlás. Ez az úgynevezett MEBO módszer, amelyről mindenki szokott mondani és mesélni, hogy ez mennyire jó, vagy mennyire rossz módszer. Tény az, hogy ilyen módszerrel eddig körülbelül 800 vállalatot privatizáltak Romániában, ezeknek a vagyonértéke kb. 320 milliárd lejt tett ki. Az értékesítésük során itt most már két tulajdonos lett közben, megjelent az állami vagyonalap és a magánvagyon alapok, az egyik 70%-át kellett kapja a befolyt összegnek, a másik a 30-at. A 70%-ért az állami vagyonalap kapott 360 milliárd lejt, tehát jóval a könyviteli érték fölött, illetve a 30%-ért a magántulajdonalapoknál a tulajdonigazolványokat lehetett használni. Ilyen tulajdonigazolvány használás tulajdonképpen, ami az alkalmazottakat illeti, 240 ezer esetben történt ilyen. Tehát 240 ezer tulajdonigazolványt használtak fel ebben a privatizációban a 15,5 millió tulajdonigazolványból. Ha azt vizsgáljuk, hogy mekkora az elért privatizációs eredmény Kelet-Európában, akkor azt látjuk, hogy Lengyelországban, Csehországban és Magyarországon már a hazai termék több mint felét
magánvállalatok állítják elő, részben magánalapítású vállalatok, részben pedig olyanok, amelyek állami kézből kerültek magánkézbe. Romániában ez az arány ennél lényegesen kisebb, és főleg abból ered, hogy a mezőgazdaságban egy földosztás során szinte az egész termelés most már magánszektorból származik. Az iparban elért román privatizációs arány, ez a 4-5%, ez rendkívül alacsony kelet-európai összehasonlításban. Azt gondolom, hogy ez több okra vezethető vissza. Egyrészt származik abból, hogy a strukturálisan elmaradottabb a román ipar, tehát sokkal nagyobb az a vállalati kör, amelynek nincsen jövője, és ezért magánbefektetésre kevésbé alkalmas. Másik oka az, hogy úgy tűnik, hogy a kormánynak nincsen egy kialakult gazdasági privatizációs stratégiája, amivel ténylegesen érdeklődő befektetők kezébe tudná adni legalábbis azt a részét ennek az iparnak, amire van kereslet. A harmadik pedig, hogy a vállalkozási szellemet nem támogatják igazán a vállalatokon belül. Én azt hiszem, hogy nagyon sok vállalatnak, vállalatvezetőnek volna elképzelése arra, hogy hogyan privatizáljon. Végül is a MEBO módszerrel történtek is erre igazán kezdeményezések. Ezeket az alulról jövő kezdeményezéseket sokkal jobban fel kéne karolni. Felkarolás alatt értem, hogy egyértelmű jogi és államigazgatási procedúrát kell ehhez kialakítani, mivel ez gyorsan megoldható. Thank you.